A Magyar Katolikus Rádióban vasárnap 10 órától Kalocsáról, a Nagyboldogasszony Főszékes Egyházból lesz szentmise közvetítés. A Veni Sancte szentmisét Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mutatja be. A holnap kezdődő újabb iskolai év kapujában tanévnyitásról, évkezdésről, a tanár és diák életében jelenlévő Szentlélekről ültünk le beszélgetni az érsek úrral. Így kezdődött régen egy latin énekünk, a Veni Sancte Spiritus, jöjj Szentlélek Úristen, vagy Veni Creator Spiritus, jöjj alkotó lélek. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, aki az ember értelmi, lelki-szellemi képességeit felerősíti, és a jó irányába fordítja. Nem új valóságot teremt az emberben, nem hasonlít ahhoz, mint a vitorlás hajó támaszt és segítséget kap a szél által a közlekedésben a tengerem. A Szentlélek ajándékai között egyébként is ott van az értelem, a tudás, a bölcsesség lelke, ami nagyon fontos a tanítás és tanulás nehéz és fáradtságos munkájában. Mi keresztények, katolikus iskolában tanítók és tanulók, valljuk azt, hogy az oktatás az csak egy része a keresztény gyermekek képzésének, mert föltétlen kell, hogy társuljon hozzá a nevelés. Vagyis a megismert igazságok életbe való átvitele. Ha lehetne egy nagyon profán példát mondani, influenzás időben mondjuk azt, hogy tessék zsebkendőt elővenni a gyereknek. Ez az oktatás. A nevelés az, amikor elő is veszi a gyerek, és úgy fújja az orrát. Hát ilyesmi a mi feladatunk és célunk, és ha lehetne a legnagyobb keresztény nevelőket, akár egy Kalazanciust vagy Domboszkót fölemlíteni, ők épp arra törekedtek, hogy ne maradjon meg elméleti síkon, amit tanítanak, mert pedagógiai elmélet rengeteg van. Sokféle szempontot ad a mai pszichológia is a nevelés vagy oktatáshoz, ismeret átadáshoz, de ezt gyakorlattá kell tenni. És ezeknek a keresztény nevelőknek az eszközei olyanok voltak, ami sokkal több, mint a világi pedagógiái, hiszen először is transzcendens volt a nevelésük, Istenre irányuló, Istentől kértek segítséget, nevezetesen a Szentlélek által, kegyelmet, maguk igyekeztek jó példát adni, mert a nevelés legfontosabb részet szinte a jó példa, és azután, ahogy Sík Sándor írta annak idején Kalazanciusról, hogy hitre, tudásra, szép életre, jóra tanítottak bennünket, amely célok ma is időszerűek és fontosak az oktatási és nevelési rendszerünkben. Úgyhogy amikor új évet kezdünk, akkor ezzel a lendülettel és fohászkodással akarjuk indítani az új esztendőt, hogy az iskolai év idején a Szentlélek indítson, kísérjen és bevégezze munkánkat, hogy annak áldása és gyümölcse legyen. Egykori piarista diákként is talán szívesen emlékszik vissza ilyenkor évelején ezekre az időkre, a régi diák évekre. Tud-e, érsek úr, tanácsot adni, hogy a gyakorlatban hogyan forduljon a Szentlélekhez egy diák, évközben is akár, nem csak az évelején, illetve egy tanár hogyan és mikor jó, ha a Szentlélek bölcsességére hagyatkozik, és így vezeti az évet? Sík Sándor, piarista tanár, a diákok számára annak idején írt egy imakönyvet, ami most is nagyon alkalmas és kiváló arra, legfeljebb egy-két részét fogalmazásában át kell alakítani, hogy felhasználjuk az imádságainknál. Tanévkezdetre, iskolanap kezdetére, végére, Szentlélek Isten hívására nagyon megfelelőek azok az imádságok, de hát éppen a Szentlélek az az isteni személy, aki az embernek fantáziát, jó gondolatokat indít a elméjében, szívében, hogy saját szavainkkal is tudunk a Szentlélekhez fohászkodni. Mindenesetre jó, hogyha vannak mintáink, hogy megfelelő módon
hívjuk, várjuk a Szent Lelket, mert egyrészt hívni kell, várni kell, másrészt befogadni a kegyelmét, áldásait, mert különben, ha nem igyekszünk a Szentlélek sugallataira odafigyelni, akkor csak egy elmondott imádsággá válik, egy megszokott, ismert szövegmondássá a Szentlélek hívásunk. Tehát ezt tegyük azzal a lelkülettel, ahogy például az apostolok Szűz Mária várták a Szent Lelket az első pünkösd előtt. Nem tudom, beszélgete hittanúsaival, diákokkal, kicsiktől a bérmálkozásra készülőkön át az egyetemistákig, mennyire értik ők, és teszik ezt a mindennapjaikban is, mennyire a Szentlélekkel együtt tanulnak akár, vagy mennyire hitéletük része ez, vagy meg kell ezt tanítani nekik, és hogyan, vagy kiknek a feladata? Meg kell tanítani az ifjúságot a helyes imádságra, maguk az apostolok is kérték, hogy taníts minket imádkozni. Azt tapasztalom, hogy amikor jön a vizsga, vagy egy nagy összefoglaló szigorlat, akkor jaj, imádkozzon értem, jaj, ne feledkezzék meg, akkor olyanoknak is eszébe jut az isteni kegyelem kérése, akik egyébként nem szoktak. Sőt, hagyd mondjak el egy vicces példát, hogy tanítottam annak idején a jegyeseket, és hát úgy ráéreztem, hogy nem mélyültek el az Isten hitbe, és egy néhány találkozó után rákérdeztem, egyetemista volt a hölgy, hogy hisz-e Istenben? Istenben nem hiszek, de Szent Antalba igen, mert amikor vizsgázni megyek, akkor mindig adok neki ígérek, és mindig megsegít. Szóval egy ilyen babonás szintű természet fölött segélykérés sokakban megvan, hát nekünk azt kell tanítani, hogy ne legyen babonás a imádságunk és a kérésünk, és hát ne felejtsük el, a Szentlélek helyettünk nem tanul. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy eszetekbe juttat minden, tehát azt lehet eszünkbe juttatni, ami már benne volt az értelmünkben, vagy tanultuk. Tehát olyan nincs, hogy semmit se tanulunk, és akkor egyszerűen minden bölcsesség benne lesz. Tehát tanulni is kell, de ugyanakkor kell az isteni kegyelem és segítségnek a kérés.